Gyors döntés, gyors segítség, pénzügyi támogatás kis és közepes vállalkozóknak. Út és engedélyek nélkül hotelből nem lesz iskola. Újszülöttek a Budakeszi Vadasparkban, bővült a szarvas állomány. Köszöntöm Önöket, a Budai Híradót látják 19 órakor. Minimális adminisztráció, gyors döntés és kétszeres túljelentkezés. Ez jellemzi azt a technológiai megújulást segítő programot, illetve pályázatot, amelynek első nyerteseivel ma kötöttek támogatási szerződést a pénzügyminisztériumban. Ha egy fecske nem is, három már csinálhat nyarat, vagyis gazdasági értelemben megmutathatja ismét azt a felívelő pályát, ami a vírustámadás előtti időszakban jellemezte a kis és közepes vállalkozói szektort is. A pénzügyminisztériumban ma három olyan vállalkozással kötöttek támogatási szerződést, amely a szereplőknek nem csak segít kijönni a koronavírus okozta mélyrepülésből, hanem bővülést, új munkahelyek megteremtését is lehetővé teszi. A teljes pályázaton körülbelül 750 vállalkozás nyerhet majd plusz fejlesztési forrást. Az volt a célunk ezzel, hogy azok a mikro, kis és középvállalkozások kerülhessenek olyan helyzetbe a támogatás felhasználásával, amelyek terveznek is beruházásokat vagy fejlesztéseket. Ezért egy gyorsított, egyszerűsített eljárással születtek meg a döntések a pályázatokról. Újszerű volt ez a pályázat abból a szempontból is, hogy minimálisra igyekeztünk csökkenteni a pályázók adminisztratív terheit. Ennek köszönhető, hogy a május végi pályázatról, most már az első eredményekről számoltunk be, hát lehetne még ennél gyorsabban is döntéseket hozni, de azt gondolom, hogy az elmúlt évek gyakorlatából kiindulva ez egy gyors döntéshozatalnak számít. A kormány gazdaságvédelmi akciótervének keretében hirdette meg a versenyképes Közép-Magyarország operatív programot, és ennek első három nyertese írta alá a támogatási szerződést. A Dunai Kikötő Kft. 20 milliós támogatást nyert 30 milliós fejlesztéséhez. A Logipak 54 milliós segítséget kapott a 77 milliós beruházásához, a Carso Trans 200 milliós fejlesztéséhez pedig 150 millió forinttal járult hozzá a pénzügyi kormányzat. Varga Mihály azt mondta, hogy a kormány vírusellenes politikájának és támogatási rendszerének sikerét jelzi, hogy jelenleg is mint egy 4000 milliárdos beruházás zajlik Magyarországon, vagyis jó befektetési célpont maradt az ország. A pénzügyminisztérium felmérése szerint számos nagyvállalat tervez a következő években jelentős beruházásokat, és nem utolsó sorban a kis- és középvállalkozások fejlesztésének a támogatására a meghirdetett fejlesztési lehetőségekkel is kiemelkedő mértékben élnek és tudnak majd élni a magyar vállalkozások. Ez utóbbiak közül például a kutatás-fejlesztés innováció területén közel 800 szerződést kötöttünk már meg, ennyit született már meg. A teljes támogatási összeg több mint 9 milliárd forint, és ezzel 12 ezer munkahely megőrzéséhez járultunk hozzá. A munkahelyvédelmi támogatások mértéke meghaladja a 26 milliárd forintot, több mint 160 ezer munkahely megvédését, megőrzését segítettük ezzel. És hasonlóan magas az új munkahelyek teremtésére, az új munkahelyek létrehozását megcélzó támogatások összege is. Ezen belül több mint 24 ezer új munkahely létrejöttét tudtuk eddig támogatni, több mint 13 milliárd forinttal. A gazdaságvédelmi akciótervre, vagyis a leállt gazdaság újraindítására, felpörgetésére hatalmas összeget, a bruttó hazai termék 20%-át, vagyis több mint 8 ezer milliárd forintot fordít a kormány. A gazdaság újraindítását három fő oldalról közelítve támogatja a kormány. Az első a családok és a háztartások védelme a munkahelyek megőrzésével. Ennek egy fontos része volt a törlesztési moratóriumba indítása, és azt gondolom, hogy ez is hozzá tudott járulni ahhoz, hogy a munkanélküliség nem ugrott meg. A második a vállalatoknak nyújtott segítség a válság átvészeléséhez, likviditási gondoknak a támogatása, enyhítése és a fontos fejlesztések megvalósítása. És a harmadik pedig, amikor a költségvetés és a pénzügyi rendszer stabilitásának a fenntartása a cél, ez teremti meg az alapot a gazdaság jó működéséhez és az újraindulásához és a fejlődéshez is. A ma is támogatásban részesített kis és közepes vállalkozások megsegítésére fordítható összeget a kormány megkétszerezte, így ebben az évben 100 milliárd forintos hazai és uniós keret áll a pályázók rendelkezésére. Jövő évben több pénz lesz egészségügyre, oktatásra és kultúrára is. Ezt hangsúlyozta a szaktárca parlamenti államtitkára.
Rétvári Bence azt mondta, hogy az új költségvetési törvényben 156 milliárd pluszt biztosítanak az egészségügyre, oktatásra 80 milliárddal, nyugdíjra 327 milliárddal, a családok támogatására pedig 67 milliárd forinttal jut több, mint idén. Áprilisban a bruttó átlagkereset 400.200 forint volt, 7,8%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A KSH adatai szerint a koronavírus járvány csak lassítani tudta a növekedési ütemet. Az előző év azonos időszakában 9%-os volt a béremelkedés mértéke. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete a kedvezményeket is figyelembe véve 275.500 forint volt. A legkevésbé a feldolgozóiparban dolgozók bére nőtt, míg a vírushelyzetnek is köszönhetően az egészségügyben dolgozók fizetése nőtt a legjobban, több mint 14%-kal. A következő tanévtől változik az étkezési térítés díja a Hegyvidéken, ám a támogatási rendszernek köszönhetően ezt nem érzik meg az alacsonyabb jövedelmű családok. Többek között erről is döntés született a legutóbbi testületi ülésen, mint ahogy arról is, hogy egyelőre nem építhetnek iskolát a Normafa úton. Szeptember 1-től változik a hegyvidéki óvodákban és iskolákban az étkeztetés térítési díja. A 10%-os emelés mögött az alapanyagáraknak ezt a mértéket is meghaladó nagyságrendű drágulása áll. Az FH Gasztró jelezte azt, hogy a nyersanyag árak növekedése miatt a nyersanyag normatíva emelését kéri, tehát ezt tudjuk, és ezt fogjuk itt nyilvánvalóan részben áthárítani a szülőkre, mert azért nagyon fontos az, hogy valóban az óvodákban, iskolákban nagy százalékban a gyerekek ingyenesen étkeznek, nem fizetnek az étkezésért. Ezért ugyan részben kapunk állami támogatást, de ennek az összege nem növekszik most a költségek növekedésével, nem, ezt szülőkre ugye nem hárítjuk tovább, illetve ezen felül, akik nem jogosultak erre a fajta támogatásra, de a jövedelem viszonyaik olyanok, hogy nem teszik lehetővé, hogy kifizessék a 100%-ot a gyermekeik számára. Ők az önkormányzathoz fordulhatnak, és 50%-os, illetve 90%-os támogatást kérhetnek. Tehát így módon úgy gondolom, hogy a szociálisan rászorulók a gyermekétkeztetésben is részesülnek támogatásokban. A térítési díjakról szóló előterjesztést megkérdőjelezőkkel szemben több képviselő is a védelmébe vette a kerületi árszabást, mondván az adagonkénti 1186 forintos önköltség bőven a piaci, illetve a más önkormányzatoknál képzett ár alatt van. Megcsináltattunk egy felmérést, hogy mennyiért lehet megcsinálni ma egy ilyen étkeztetést, és 1898 forinton jött ki egyébként az önköltségi ára. Nyilván ez, ebben minden benne van, tehát akkor ez már tényleg megfelel annak a normának, tehát semmit nem hagynak ki belőle. Tehát az az igazság, hogy ez sokba kerül. Tehát, hogyha olyan szolgáltatást akarsz nyújtani az embereknek, hogy meg is egyék, akkor ennyibe kerül, és most már nincs az az eltérés, ami régen volt, hogy a piaci ár nagyon eltér. Nyilván lehet, hogy van olyan önkormányzat, sőt, én tudnék is mondani egy párat, ahol ennél sokkal magasabbat fizetnek, de én azt gondolom, hogy itt nincs a piacitól akkora eltérés, és ami örvendetes, csak az előbb elfejtettem mondani, hogy borzasztó kevés a bejelentés az étkezés színvonalával kapcsolatban. Tehát régen azért sokkal több olyan jött, hogy nem eszik meg a gyerekek, nem eszik meg az idősek, nem jó a kaja, ez hiányzik belőle. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe is valami előrelépés van. Tehát akár azt is mondhatom, hogy vagy az ellenőrzés, vagy maga a cég a szolgáltatása olyan, hogy ez egy kicsit jobbá tette. A legutóbbi testületi ülésen foglalkoztak a képviselők a Normafa úton épülő iskola sorsával is. Az önkormányzat óvodájára és a mellette lévő egykori hotelépületre az önkormányzat építési irodája változtatási tilalmat kért. A hajdani szálloda épületét a tulajdonos iskolává szeretné alakítani, ám ehhez nem adottak a feltételek a lakópihenő utcában. A változtatási tilalom elrendelését az indokolja, hogy itt a Normafa utca az lakópihenő utcává vált. A lakópihenő utcához külön előírások tartoznak, amik azt indokolják, hogy itt nagy forgalmat vonzó funkció ne jelenjen meg. Éppen ezért
tettük azt a szakmai javaslatot, hogy arra az időre, amíg a rendezési terv készítése folyik, addig változtatási tilalmat rendeljünk el, hogy olyan funkcióváltás ne tudjon történni, ami a lakóterületbe egy nagy környezeti terhelést jelentene a későbbiekbe. A Hegyvidék polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a közlekedési problémák mellett az épület paraméterei sem felelnek meg az oktatási intézmények számára előírtaknak, és az engedélyekkel sincs minden rendben. Ez az iskola annak ellenére, hogy semmilyen engedélye nincsen, sem építésigazgatási, sem önkormányzati, sem az oktatási hivataltól. Ennek ellenére vaskos hirdetésekben hirdeti a családok és a szülők számára, hogy tessék, lehet jönni, beiratni a gyerekeket, hiszen szeptemberben indul a nem tudom milyen néven az iskola. Az iskola építését végzőket az önkormányzat éppen az engedélyek hiánya miatt már megbírságolta. Ennek ellenére folyik a munka, és hirdetik az iskolát. Ami Pokorni Zoltán szerint a szülők megtévesztése, mert az iskola 2020. szeptemberében nem tud szabályosan elindulni. 5 milliárd forintos forrást biztosít a kormány budapesti utak felújítására a jövő évi költségvetésben, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, hogy az elmúlt években is hasonló mértékű összeget adott a kabinet erre a célra. A Magyar Biztosítók Szövetsége által közzétett adatok szerint akár az 5 milliárd forintot is elérheti a biztosítók által már kifizetett összeg, illetve kártartalék a viharkárok miatt. Idén júniusban ugyanis az eddigi évek legpusztítóbb viharperiódusa volt, írja a Mabisz. A társaságokhoz a hétvégéig több mint 34 ezer lakossági bejelentés érkezett. Az ügyfeleknek a kárrendezéssel kapcsolatban online ügyintézésre is lehetőségük van. Továbbra is fontos az elővigyázatosság és a kézfertőtlenítő rendszeres használata a park területén, de a Budakeszi Vadaspark ismét teljes pompájában várja a látogatókat. Látványetetés, állatsimogató, s mi több, az érdeklődők az új jövevényekkel is megismerkedhetnek. Nyárelei baby boom a Budakeszi Vadasparkban. A tavaszi állomány növekedés után újabb jövevények érkeztek a parkba. A napokban dám és szikaszarvas borjak látták meg a napvilágot. A kicsiket szüleik gondosan őrzik, így csak néha lehet őket észrevenni a fák takarásában, de olyankor nagy örömben lehet része minden látogatónak. A gím szarvas borjaink után két dám borjú és egy szika szarvas borjú érkezett hozzánk. Ők ugyanolyan petyesek, mint a gím szarvasok, viszont ellentétben a többi újszülöttünkkel, ők felnőtt korukban is meg fogják tartani ezt a petyes mintázatukat. Az egyik dámborjúnak az érdekessége, hogy a tavaly elhunyt szőke névre hallgató fehér dámbikánknak az utolsó leszármazotta. A kis dámszarvas tehát egy ehhez a Hóka nevű példányhoz hasonló fehér színű bika, valamint egy fekete tehén borja. Így habár gyakori a vöröses-barna-fehér petyes mintázat, nála ez igazi különlegességnek számít. A dámszarvasok mindössze 5%-a látható fehér öltözetben, hiszen ez a szín kevésbé alkalmas rejtőzködésre, de azt is tudni kell, hogy ezek az egyedek nem albínók, és természetes élőhelyük a többiekéhez hasonlóan hazánkban is fellelhető. Dámokkal Magyarországon és Európában is sok helyen, már nem csak vadaskertekben, hanem a szabad természetben is találkozhatnak a kirándulók. A szikaszarvasokkal, akiktől szintén egy kis borjú született, azokat csak vadaskertekben, állatkertekben láthatják. Az újszülötteknek általában más vadasparkokban, állatkertekben keresnek helyet a gondozók, a kifutók kapacitása miatt, valamint azért, hogy a kicsinyek, különösen a bikaborjak, kifejlett korukban ne viaskodjanak a csorda többi tagjával. De amíg itt vannak, sokan a csodájukra járnak. Egy kis pettyes jövevény a csillogó nagy szemekkel és nagy fülekkel mindig csábító látogatók számára, így ilyenkor mindig többen érkeznek és nagyon kíváncsiak rájuk. Június közepével a szikaszarvas tehenünk volt az utolsó, ami kis borjút, kis újszülöttet adott nekünk, de mindig okoznak meglepetéseket. Van egy-egy késői szerelem gyümölcs, aki akár a nyáron vagy az ősz elején érkezhet hozzánk, úgyhogy mindig érdemes kilátogatni a Budakeszi Vadasparkba. A dám és szikaszarvas borjak mellett más állatok, így a vaddisznók és a muflonok kicsinyeiben is gyönyörködhetnek a látogatók. A simogatók pedig újra megnyitottak, és a látványetetések is folytatódnak, így a Budakeszi Vadaspark ismét teljes program kínálatával várja az érdeklődőket.
Külföldi nyaralás előtt célszerű tájékozódni az utazással összefüggő szabályokról, ugyanis más előírások vonatkoznak az Európai Unió határain belüli, illetve az azon kívüli utazásokra. Erre hívta fel a figyelmet a NAV. Többek között azt tanácsolják, hogy a gyógyszeres kezelésben részesülők vigyenek igazolást az orvosuktól, mert korlátozhatják a bevitt gyógyszer mennyiségét. A házi kedvencek kizárólag állatútlevéllel utazhatnak, ám veszélyeztetett állat- és növényfajokra teljes tiltás van érvényben, de az ezekből készült emléktárgyak miatt is több éves szabadságvesztést róhatnak ki. Köszönöm figyelmüket, híradónkat visszanézhetik a hegyvidéktv.hu-n. Minden jót, viszontlátásra!